Tehát a mögöttem levő birtok, ez az a 13 hektár, amit ugye ez az 5 darab épület látható a háttérben. A mai árverésen adták el ezt a területet itt, ami látható. Érdeklődését szerszívottal még nem szerepeltem kamerátolgáltató. Orbán Viktor majorságával, és abban bízunk, hogy ma látjuk, hogy ki az az újabb stróval. Megkezdjük a mai napra rendelt árveréseket. Fejér megyében ilyen ár nincs. Tehát még ha erdősű terület, akkor sincs. Ez egy millió alatt nem lehet már kikiáltási ár. Kérem szépen a szervező, hogy tegyem, hogy van jelentett 44 millió 400 ezer forintra. Köszönöm szépen, akkor 44 millió 400 ezer forint először, 44 millió 400 ezer forint másodszor, 44 millió 400 ezer forint harmadszor. Tolvaj! Lehet a közterületen folytatni. Hát én azt gondolom, hogy sok strómannal dolgozik Orbán Viktor. Azt gondolom, hogy Mészáros Lőrinc az konkrétan az Orbán család házi malac perseje, ami bármikor feltörhető, tehát ez szerintem csak a családi kassa. Adj 1%-ot az átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adót 99%-a.